Üdvözlünk mindenkit! Én Abidosz vagyok, és mellettem van Don a virtuális valóságban. Szép jó estét mindenkinek! Akkor egy újabb League of Legends mérkőzésbe vágunk itt bele élőben a Twitch TV-n, illetve YouTube-on a felvételt mindenki megtekintheti, akik ott követik figyelemmel, azoknak üzenjük, hogy itt élő megbeszélések is folynak a csetelőkkel, amit Don intéz, tehát ne legyen furcsa senkinek se, hogyha egy negyedik személlyel beszélgetünk, tehát nem veletek, hanem a konkrét csetelővel. És mindenkinek érdemes követni a Abidosz YouTube vagy Twitch.tv csatornáját azért, hogy értesüljön ezekről az adásokról, és be tudjon kapcsolódni a közelebb. Igen, és hogy YouTube tárok lehessünk, mint mondtad. TBT Pumpa kérdezi, TBT kérdezi, hogy ez egy vesztes mérkőzés, ezt most nem tudjuk megmondani. Ezt majd csak játék után tudom megmondani, hiszen a két kliens ugyanazt mutatja. Mert mind a ketten külön kliensre vagyunk ráadásul, és amúgy az állás 1-5 az állás a lilák javára, egyelőre 3000 golddal, kredittel jobban állnak, mint a kékek. Meglátjuk, hogy ez elégsze a későbbiek folyamán. A mai tapasztalatunk az, hogy bőven. Egyébként ajánlanám figyelmet, hogy ez a mérkőzés egy kicsit felborítja a szokványos metát, hiszen a jelenlegi, oppá, szép kill közben gradasztott, a jelenlegi meta, tehát a jelenlegi játékstílus az az, hogy bottom lane-en van egy support, egy carry-vel, miden egy AP carry, és toppon egy tankosabb bruiser. Ennek ellenére itt azt látjuk, hogy miden egy AD carry, bottom 2 AD carry. Ami rendkívül szokatlan, ám rendkívül hatásos is lehet akár. Majd hát meglátjuk, hát egyelőre ugye nem valami sikeres a történet, de bármi lehet még. Hát a statisztikákból megnézhetjük, hogy egyelőre Vayne a csapatnak a leginkább gyenge pontja, és igazából semmit nem tett a játékot. Lee Sin egy nagyon buta dive-ot csinált, két karakterre rá dive-olt, és meghalt. Micsoda meglepetés. Gregas viszont nulla életen azért meglépett, tehát igen. Még akár ki is jöhet volna valahogy ebből a támadásból Lee Sin, de nem jött neki össze. 2-7 az állás, 11. perc vége felé járunk. Survivor Dani kérdezi tőled, hogy Skarner megérje. Honnan tudja, megvettem vele, de fogalmas. Akkor megragadom az alkalmat, és válaszolok én a kérdésre. Nagyon jó jungler, tehát mindenképpen benne van a legjobb junglerek között, viszont nagyon jól is kell vele tudni játszani, tudni kell, hogy kit kell leultizni, behúzni magaddal, ilyesmi. De közben igen. Elharag, úgyhogy megzavarlak, de Corki elég erőteljesen támadja Graves-et, és sikerült is. Igen, és lehet, hogy a Zaldék kerik végül. Hopp, azért Janna még megölte Corkit egy double kill után. Durva. Pedig nagyon rosszul állt a színája, de azért kihozta a legjobbat a helyzetből. És Lee Sin, hát egy kicsit üldözte most Gragas, de különösebben nem okozott Gragasnak ez gondot, ugyanis... És Skarner érkezik egy genkre, nem sikerül behúzni a V-t, hiszen V-nál úgy tűzik. Lee Sin-nel elkap, nem kapta el Lee Sin. Nem lesz. Közben láthatjuk a... Láthatjuk. Igen, Skarner közben. És Skarner most kapja el Lee Sin-t, aki valaki meg is fog hajni. Gragas egy újabb két besebelhet, 3-0. 4-9 az állás, és egy előre úgy néz ki, hogy egy kicsit javítottak a lilák, arányaiban nem olyan brutális a helyzet, mint a kezdeti 1-5. Ugye ajánlom figyelmetbe a csapat felépítést, hiszen jelenleg egy darab AP carry és 4 AD-ből szkélerű, AD-ből sebző karakter van, ami egy nagyon rossz csapatfelállás, hiszen az ellenséges csapatnak elég armort vennie gyakorlatilag ahhoz, hogy a minimálisra csökkentse a sebzés lehetőségét. Úgyhogy hosszú távon nem lesz kifizetődő. Tehát a lényeg az, hogy a League of Legends-ben többféle sebzés is helyet kap, és mindegyik külön páncélzattal is rendelkezhet az életen felül. Tehát, hogyha valaki, mint például most a képen látható Vayne simán lövöldöz, akkor
támadás és edzést nyomad be, míg a többi karakter, az melyik csapat is a sokkal varázslatosabb? A lilák. Hirtelen? A lilák. A liláknál sokkal több olyan karakter van, aki varázsol, és ők más sebzést visznek be, mint a karakterek. Azért sebezi a boton a két oldékeri, Tristana és Corki. Kicsit összeszedték magukat, azért a feedes Corki egy nagyon erős dolog tud lenni. Főleg, mivel neki egy olyan passzívja van, ami az összes védekező skillt, az összes armort ignorálja, tehát nem veszi figyelembe, és teljes sebzést oszt le. Azt hiszem a teljes sebzésnek a 10%-a ilyen. És egy Skarner ulti, és... Skarner, szóval... Igazából ahogyan hozná fel magát a kék csapat, úgy veszíti is el azt az előnyt, amit nagy nehezen kiharcol, legalábbis idézőjelben előny. Hát tehát az előző verzióhoz képest előny. Tehát a... Egyébként megmondom neked őszintén, mi is próbáltuk már ezt a csapatfelállást, de az a tapasztalatunk, hogy a játékot hamar meg kell nyerni ilyenkor. Különben ugye armort vesz az ellenség, és gyakorlatilag sem hasznavehetetlen lesz az egész csapat. Uh-huh. Már hogy a csapatnak a, hát így a kollektív tudata eljut addig, hogy armorral lehet védekezni, mert sajnos hiába nagyon egyértelmű sokszor egy csapat számára, hogy mit kéne vásárolni ahhoz, hogy jól lehessen védekezni. Viszont elkapták Skarnát középen, közben Grumannak mondom, hogy igen, infiltrátor Irelia, az Ireliának a szkénje. Tehát nagyon sokszor van arra példa, hogy a csapat elég lenne, hogyha venne páncélzatot folyamatosan, de nem jut el a játékosok agyái külön-külön, még hogyha egy-két nagyobb lélek jelenléttel rendelkező játékos beírja a chatbe figyelmeztetésként, hogy mindenki vegyen páncél. Igen, közben a kék csapat üt egy sárkányt, de Grace még meg tudja ölni ultimate-tel Diana-t, aki ugye nagyon alacsony HP-ja volt ezután a sárkányozás után. El is fut! És még túl is éli. Nagyon szép, lássuk, hogy Gragas túl éli. Az a Lee Sin az nagyon rossz irányba rúgta azt a Gragas-t. Hogyha másik irányba rúgja, akkor a csapat simán megöli, de így is meg lesz. Tristana és Lee Sin ki tud menekülni, mielőtt odaér Irelia vajon? Irelia? Nem biztos. Nem biztos, de a kékek most egy kicsit össze is szedték magukat, úgy tűnik. Bár lehet, hogy ez a kis előny megint csak elvész. Tristana vajon el tud menekülni? Nem tudott elugrani időben, Skarner elkapta. És Lee Sin, ahelyett, hogyha menne, még egyelőre erdőzik, de ha hirtelen oda tér Skarner, aki arrafelé fut, az azért nem, meggondolta magát. Meggondolta magát. X az azt kérdezi tőled, hogy ismered a Singeret, mint a karaktert. Hát, hogy értem, nagy nem találkoztam még vele. Nagy darab fut és mérget meg maga után. Szerintem nem jönnék ki vele jól, hogyha mondjuk egy párban összetudnék, tehát így nem ismerem, tehát hallottam róla, köbben úgy ismerem, mint Csonka András, tehát így ennyit erről. Hát vagy engem. Jó, akkor nem, téged már jobban ismerek, mert veled beszélgettem, mi vele még nem beszélgettem. Igen, közben... Kérnék egy gyors visszajelzést, én a képernyőmben azt látom, hogy egy kicsit szaggat az adás, remélem, hogy ti ezt nem látjátok. Valószínűleg valami frissítés megy épp a háttérben, vagy van valami. Diana nem csinál semmi jelentőset, Skarnert üldözik Vayne-nel, de nem sikerült elkapni. És túléli, double buff-val túléli. Azt mondja, hogy nem mellé megy. Egyébként se lett volna manája valószínűleg ultizni, sajnos. Közben azt mondják, hogy nem szaggat az adás, úgyhogy ezt egy jó jelnek veszem, amíg az én adásom lehet. Azért még lehet ebbe a támadásból valami, és nem tud eleget sebezni. Skarner. Viszont megérkezett Gragas. Gragas is. Diana. Ó, egy nagyon rossz Gragas ulti. Gyakorlatilag biztonságban lökt fel az ultihával, de Vayne valószínűleg meg fog halni. Na, meglátjuk, igen, nem tudod elugrani. Hát nem Diana halt meg, hanem Vayne. Nagyon hát rossz, nagyon mondja, hogy 2000 elósok, tehát elég jó játékosok elvileg. Hát akkor meglátjuk, mert egyelőre Vayne nem. Jelentem, megjöttem, rájöttem a hiba okára, hogy miért laggolt egy kicsit nálam, most már teljesen rendben van. És nem, mi volt a hiba oka? Kimboltam asztalon, tehát kimbolt az egerem, meg a fókusz az kimbolt az asztalon, és nem a játékban.
És ugye akkor ilyenkor nem kap elég prioritást. Ugye nem győzöm hangsúlyozni elégszer, akik YouTube-on nézik, hogy ez egy élő adás, tehát hibák előfordulhatnak, amit igyekszem. Ja, felvételről is. Felvételről is, nem aggódj. De esetre most úgy néz ki, hogy Tristanet elkapják. Tegény kislány, nem látjuk, látni, hogy de túlél, de én úgy látom túléli. Mindeközben Diana meghal, igen. Igen. Nem, Saza, ez nem a Riot Graves, ez a Hired Gun Graves, az a skinnek a neve. A Riot Graves az úgy néz ki, mint egy pufi, ha ismeritek ezt az édességet. És Irelia megjött a feltakarítása. És megint jelentős lett a lilák előnye a játék 19. percében. Letarolták szinte a teljes kék csapatot. Egyedül... Vayne, ajaj, Vayne, annyi. Ez itt esélytelen kezd lenni. Hát Irelia, ugye Irelia ilyen, hogyha feedet kap. Ezt a meccset már le kéne írni. Tehát így... Hát, kéne, de hát még van egy perc feladás. Már vége lenne. Ez már kipontozás lenne. Igen. Mindig ilyen gémeket fogunk ki, úgy tűnik ez a karmen. A kék csapat próbált az inhibitort ütni, és Tristana egy újabb halálos áldozat. Tristana megy vissza a kezdőre. Épp hogy kijött, mehet vissza, viszont úgy lehet, talán Graves is megy utána. Na, nem. Jana megvan. Ő megvan. Hopp, meg, nem, Graves nincsen lehet, meg. Gragas is meg lesz. És Irelia csinálja a föltakarítást megint. Egyelőre megint 3-2 az állás a kékek hátrányára. És Skarner meg fogja, de még meg is fogja ölni. Nem, éppen beprocolt a szélben. Szerencséje volt. De jön Irelia, föltakarítani. Ugrás. Hát vajon utoléri, Lissin jön segíteni. Nem, mert Lissin megpróbálja meg. Egy ugrás, két ugrás, ott van. Annyi. De most meghal. Ennyi. Hát 550 volt, mindig jó. De nem hiszem, jelenleg... hogy számottevően segítene sajnos a csapaton. Hát egyáltalán nem 10.000 arany előnyben van, és 6 torony. 10.000 arany, 6 előny. Hát nem tudom már, 6 gyilkolási profit. Na, erre milyen dolgokat tudok még majd kitalálni a későbbiekben. És láthatjuk, hogy Irelia annyira felfiderülődött, hogy vett is rögtön egy Guardian Angel-t, ami azt jelenti, hogy hiába ölik meg egyszer utána, még föl tud kelni. És ugye szét tud ütni mindenkit. Amúgy a mérkőzés már látható időstádiumban van. Igen, és ahogy nézzük a csetet, volt is egy vote, 3-2-re elbukott ez a szavazás. Grumman, kinek mi a véleménye az új Twitch-ről? Határeset. Én személy szerint alapvetően nem szerettem Twitch-et. És közben láthatunk Diana halált, és Gragas épp hogy elmenekült Diana elől. Too much luck, mondja Diana, hát... Na, az új Katarina, az TBT, az nagyon erős. Főleg most, hogy ugye kapott még egy buffot. Ő nagyon erős. Közben Tristan a próbál elmenekülni, minden irányba elindult, ahova csak lehetett, de mindenünnen lilák jöttek. De láthatjuk, hogy a piros csapat most már együtt mozog, és behúzza Lissit. Nem, Lissin elhúzza magától. Korki próbálja védni szegény tornyot, de... Esélytelen. Szegény torony el fog esni. És elkapják Vayne-t, és milyen Vayne-t, elnézést, milyen Vayne-t, nem látok Vayne-t a pályán. Én már nem is emlékszem rá, hát így volt. De nem sikerült az inhibit megint beütni. Sajnos, igen. Egyelőre. De meg lesz, én úgy láttam, hogy beütik simán, előtte még leütik ezt a három másik embert. Hát ne, előtte, igen, előtte még gyilkolják le a... Megvan az inhibitor. Lissi miért ugrik be oda? Ez hülyeség volt. Tristan megint menekülni ultival előtte magát Tristana. Az utánát, de Graves az utolsó lövését beleadva. Tristanát akárhogy nézem. Kijön a kezdőről, visszamegy a kezdőre gyakorlatilag. Lássuk, Vayne föl tud-e takarítani, Vayne egy ölés, lesz-e kettő, látok-e két ölést? Ne! Igen, ott lejött a Guardian Angel. Eléggé papír karakter. Nem.
Nem. Tristana. De hát, hogyha úgy nézed, az összes papírkarakter. Lee Sin-en kívül, mint papírkarakterek, és Lee Sin sem mondható annak a tankosnak. Nincs túl sok élet. Hát ugye egy 11-2-es Irelia-val szemben azt hiszem gyakorlatilag teljesen mindegy. És Tristának kijött a kezdőre, és lássuk, hogy visszamegyek. És küldik. Irelia nem hát volt így... valami bátor, de szerintem simán visszaküldhette volna a kezdőre. Hát ilyen rendes tanítónéni, tanító bácsikként így helyreigazítják általában Tristanát. Igen. Aki hatalmas, véremenő csatát. De Lee Sin megint ugyanis éjtel, aminek semmi értelme nincsen, és egyedül nincs akkora damage, hogy megölje Gragaszt, viszont Gragasznak bőven van akkora bőrsztja, hogy megölje Lee Sin, és mégis utána megy. Hát azt hiszem... Minden esetre most Tristan, ahogy látom ott térképen, egy kicsit előrébb ment meghalni, bár most maga elé engedte a diálát. Van, igen, de láthatjuk, hogy Skarner már helyezkedik. Ott van, na? Ugye? És ott, ott és van Irelia, és ott van Skarner, és Whistler. Köszöntök Tristana, Whistler Tristana, vissza a kezdőre, és ott berepült egy Lee Sin is. Whistler Lee Sin. Lássuk, Irelia ugrik Dianára, igen. A szép damage volt. És megvan Korki is, Whistler Korki. És Diana, Whistler Diana. Na, egyedül még V-nél, tehát... És ő Vén... azért, mert teljesen más van a világ. Igen, Vén csak, és egy third ember volt itt a játéknak a vége. LMV HD-nak mondom, hogy nem ő vett új videókártyát, hanem az én gépemről streamelünk. És itt a vége, hát igen, tehát 13-35, gyakorlatilag farmban, creepben sokkal jobb volt a másik csapat. Úgy tűnik, hogy nekünk ezek a meccsek jutnak. Hát valahogy nem szokott összejönni a rettenetesen izgalmas, bár ha jól emlékszem, a második meccsünk, vagy az első volt nagyon durva, fordulós. Ahol a kék csapat eléggé nyerésre állt az elején, aztán a lila egyszer csak fordított, és megadták a kegyelem döfést a kékéknek. Igen. Valamelyik meccsünk azért ilyen volt. Ezek nem olyanok. Tehát így teljes mértékben abszolút egyhangúak, egysíkúak, és állítólag pedig nagyon profi mérkőzéseknek kéne lenniük ezeknek. Ez innen nem jött össze, egy tornyot ütött be 24 perc, 48 másodperc alatt a kék csapat, és nem is tudom hány százalékkal kevesebb pénze volt a világhoz képest, legalább 20-30 százalékkal. Hát ugye ez a valószínűleg egyébként az történt, hogy az egyik csapat, a kék csapatnál valaki kijelentette, hogy ő fogja az AD-kerit játszani, és ezzel nem értett egyet valaki. Most pedig átadom neked a szót, mert engem nagyon hív valaki telefonon, úgyhogy egy jó, akkor... Hát akkor most el fogom Luffy-ban beszélni az időt, hiszen amúgy is köszöntünk volna el, de akkor nézzük egy kicsit a tárgylistát, hogy ki micsodát vett. Nem, mert az nem érdekes annyira. A lila csap azért látszódik, hogy vett valamilyen szinten páncélzatot, de nem volt jellemző minden tagjára. Például, ahogy látom, Graves nagyon a támadásra gyúrt rá, ő semmilyen páncélzatot nem vett a kékek ellen. A kékek meg... Igazából tényleg csak Diana-val rendelkeztek így varázsló karakterként. Nem mondhatjuk azt, hogy túlságosan is sokat tettek volna a mérkőzésért. A legjobb karakter a kékeknél úgy látom, hogy nem nagyon volt. Talán legkevesebbet haló karakter volt inkább a kékeknél. Mondjuk azt, hogy Korki. Egész jól helytállt a csapatban. Chat TBT kérdezi, hogy dotázol-e? Előfordul. Ez nem komolyan. Na jó, szerintem, hogyha nincs úgy hozzáfűzni valód, esetleg van még valami a mérkőzésre? Azt hiszem összességében attól függetlenül, hogy rövid tartalmas és jó meccseket láthatunk talán.
Hát egy síkúk. Az egyik csapat mindig megmutatta, hogyan kell megverni a másikat. Tehát ez így eléggé tankönyvben. De azt nagyon jól megmutatták. Pontosan. A másik csapat meg megmutatta, hogy ne. Csinálj. Igen. Tehát tökéletes. Gyakorlatilag tökéletesen megnézhettük azt, hogy kell, és hogy nem kell játszani. Akkor reméljük, hogy most be is fejeztük a League of Legends tutorial videósorozatunkat. És legközelebb már rendes játékokkal jelentkezünk. Tehát ezt sajnos csak a életlenre bízunk. Egyelőre nem nagyon látunk igen, más megoldására. Én azt mondom, hogy még van 19 nézőnk, úgyhogy hogyha valakinek van izgalmas replay-e, vagy olyasmi, amit úgy érzi, hogy érdemes lenne megmutatni nekünk, mert egy nagyon jó mérkőzés, és szeretné, hogyha esetleg leközvetítenénk, akkor majd valamelyikünk ad egy elérhetőséget, ahova replay fájlokat lehet küldeni, és megnézzük őket. Én viszont azt kérem, hogy mindenképp írjátok le a levélben, hogy mire érdemes figyelni, mitől kiemelkedő ez a mérkőzés, nem tudom, hogy de értesz. Azt véletlenül se írja be senki a levélbe, hogy ki nyert. Igen. Tehát így azért legyen nekünk is érdekes, mert ha valaki beleírja, hogy ki nyert, azt úgy csak fogjuk leközvetíteni, mert nem lehet úgy mérkőzés közvetíteni, lesz. Hogy tudod, hogy mi lesz a végeredmény. Nem nézünk úgy foci meccset, hogy le van bundázva a végeredmény. De jó, így úgyhogy, azt nem is lehet közvetíteni. Úgyhogy szerintem most leállítjuk a streamet, és akkor utána megbeszéljük, hogy melyikünk elérhetőségét adjuk meg. Majd és a cseten láthatjátok majd, vagy egy YouTube-os valamiben. Hát lényegében akkor az abidoszunkukat@gmail.com-ra küldhetitek, de úgyis majd minden ott lesz, ami kell a YouTube csatornán. Minden esetre akkor én köszönöm a figyelmet, nagyon szép éjszakát mindenkinek, és tartsatok velünk legközelebb is. Pontosan, sziasztok!